beszélgető társam Kálmán Dániel, a Varró István szakiskola diákja. Egy nagyon szép beszélgetésünknek az apropója, hiszen az országos szakiskola egy közismereti tanulmányi versenyen történelemből a regionális második helyezés értél el, és az országoson pedig a 13. helyen végeztél. Mit jelent számodra ez az elismerés? Nagyon örülök neki, és nagyon jó. Hát nem sok mindent tudok mondani erről. Hát jó érzés volt történelmből, hogy második voltam regionálisan, és 13. lettem Szegedre a országosan. És sokat tanultál, tehát megengedted, hogy megnézem a bizonyítványodat, tehát láttam, hogy a történelem az jeles, tehát ezek szerint ez a kedvenc tantárgyad. Igen, történelem a kedvencem, de elég sokat tanultam ezért. Akkor már általános iskolában is ez volt a kedvenced, és az alapok megvoltak, gondolom, és akkor itt kisegített ebben a felkészülésben. Vargáné Lasztó Júlia tanárnő segített nekem a felkészülésben, meg mindenben, hogy sikerüljön ez. És akkor mondjuk van kedvenc korszakot, kedvenc politikusod, kedvenc nagy személyiséged, történelmi személyiséged, aki úgy kötődsz, vagy mindegyiket szereted mindenkor? Hát így minden szeretek történelembe, nincs kedvenc. És amikor eljutottál a regionálisra, az országosra, ott milyen volt a verseny? Hát azért ott már a legjobbak között kellett versenyezni, hány induló volt? 20 induló volt, az elsőnek szóbelizni kellett, második nap írásbeli volt, hát elég nehéz volt. És akkor, amikor szóbelire mentél, akkor kedvencedet húztad, vagy egy kicsit olyan, amit éppen nem szerettél volna? Mi volt az, amit szóbelit húztál? Hát amerikai polgárháború, de nem volt a legjobb, nem nagyon néztem. Nem jó volt a kedvencem. De hát akkor csak összeszedted a tudásodat, és akkor sikerült. És akkor, amikor visszajöttél, többiek, gondolom, hogy gratuláltak, büszkék rád az osztálytársaid. Így van, büszkék rám, persze. Mit kell tudni rólad, hiszen azt tudjuk, hogy a szakiskolai része jársz, és én úgy tudom, hogy villanyszerelőnek tanulsz. Így van, villanyszerelőnek tanulok, 3 éves szakmá előrehozott, hát nagyon más nem. És akkor ez csak egy ilyen kedvenc tantárgyad, és mi leszel, ha nagy leszel, hiszen hamarosan majd végzel, a szakmában szeretnél dolgozni, vagy esetleg tovább tanuláson is gondolkozz? Hát szakmában szeretnék dolgozni, villanyszerelőként, hát még érettségit visszajönnék szerezni. Hát úgy gondolod, hogy az fontos, hogy a mai világban egy fiatalnak is legyen érettségie. És miért pont a villanyszerelő szakmát választottad, hiszen az iskola képzésében azért elég sokfajta szakma van? Hát érdekel, úgy, mint a történelem, érdekelt azért a villanyszerelést. És akkor ez azt jelenti, hogy már kiskorodban is ilyen szerelgetéseket csináltál, vagy kísérletezgettél anyukád rémére, vagy azért ez nem volt ilyen? Nem, csak szétszedtem dolgokat, és nem tudtam összerakni, és ezért jöttem villanyszerelőnek, hogy legalább vissza tudjam szerelni őket. És egyébként mit kell tudni rólad? Sportolsz-e? Azt tudom, hogy nem karcagi vagy. Berekfürdőn lakok, sportolok, Berekfürdőbe focizok, a felnőtt csapatba. Hát... És olvasni? Szórakozni szoktam, olvasni is neten dolgokat, sok dolgokat szoktam olvasni, hát. És akkor hogyan fog telni a nyarat, hiszen meg volt az évzáró, most van egy nagyon hosszú szünet, és akkor mire készülsz a nyáron? Hát van még 3 hét gyakorlatom, utána majd lazítás, pihenés, másra nem, hála Istennek. És akkor most mit jelent számodra az, hogy hamarosan végzel, és az, hogy sikerültek ezek a kitűzött célok, hogy ez újabb erőt ad neked, hogy most itt eredményes voltál, és esetleg jövőre is elindulsz, vagy esetleg a villanyszerelési szakmai versenyeken is szeretnél esetleg indulni? Hát a villanyszerelési szakmai dolgokon szeretnék, de hát nem nagyon sikerül szerintem, de megpróbálom azt is. De más szakmában mondtad, hogy érettségit szeretnél, de esetleg más hasonló szakma, hiszen tudod, több szakmát szoktak tanulni már ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni. Gondolkodsz-e más szakmában? Hát CNC esztergályosnak gondolkoztam, hogy mert osztálytársam még azok, a másik fele az osztályomnak, és elég jó, el lehet szerelgetni, így van. Tanévzáró után, a tanév nyitóig, tehát a következő tanévig, akkor még van sok időd, de mit érzel, hogy képes leszel arra, hogy leérettségizzel és még hasonló sikereket
és a szorgalmadon is erősíteni fogsz ehhez, vagy akkor úgy gondolod, hogy ez most így elég ez a tanulás? Hát szerintem még ennél jobb is lesz. Hát reménykedek benne, hogy jobb is lesz mindenből, még a szorgalom is. Hát próbálok érettségizni mindenből majd következő év után. Akkor azt kívánom, hogy sok erőt neked a nyáron, hogy gyűjtsél erőt ahhoz, hogy ezeket a nem kedvenc tantárgyait is tudjad a következő tanévben még jobban, és hát azt, hogy azokban a versenyekben, amilyen szeretnél indulni a következő tanévben, és hasonló sikereket érjél el. Köszönöm szépen!